És jó az indítás is. Óriási gólhelyzet. Lüke viszi el a kapus mellett, és az oldalhálóba lő. Hatalmas zicsert hagyott ki a diósgyőriek egyik legjobb játékosa. Ő mélységből jön, nincs lesen. Kiszorítja Blaszát. Gohér szorongatta egyébként Szalait hatékonyan. Turcsikon változtatott irányt a labda. Horváth András nem kivélve magát is, az ellenfelet sem. Megint egy gólhelyzet. Szeidi a 16-oson belül, ez már bent van. Szeidi góllal debütál, és amit az előbb megúszott az Zalaegerszeg, azt most már nem tudja. A 28. percben vezet a Diósgyőr. Szeidi még lesről baktat vissza, George viszont nincs lesen. Azonban gólhelyzetbe kerülhet pillanatokon belül, Szeidi! Megint gólt szerezhetett volna. George nagyon ügyesen csinálta, nem ő maga fejezte be, hanem elvitte az alapvonal irányába a labdát, és a megfelelő pillanatban játszotta vissza Szeidihez. Először a Stevie-n keresztül védeni az édesapját. Hoppá, George! George, micsoda csel! Aztán kicselezi magát. Nem csak gólhelyzetből, a pályáról is a kameruni. Egy újabb kimaradt lehetőség. Szép játék. Vadász egy kicsit lelassul a labda. Három támadó és egyetlen védő. Luke egy lövőcsel. Nem érnek vissza az zalaegerszegiek, és Luke jobb lábbal belövi. A 41. percben már 2-0. Nem a legegyszerűbb módon, de végül is góllal fejezték be a kontrát. Amikor Vadász kilépett és mutatta az asszisztens, hogy nem les, akkor úgy festett, ő végigviheti. És hogy mennyire nem értek vissza a kékmezesek, az felettébb szembetűnő. Itt mindössze Sheriff van hátul, és három piros mezes vele szemben, aztán feltűnik majd még egy zalaegerszegi, de nincs sok esélyük. Nem jött elég korán a szünet mégsem az zalaegerszeg számára. Szeidi ráviheti Bulatovicsra, ez is jó, Luke, Luke a védelem mögött. George, Luke! Sokan gólt kiáltanak és felugranak, de ez az oldalháló volt. Úgy vezet 3-0-ra a Diósgyőr, hogy számos helyzetet kihagy. Ilyen volt ez is. Passza. Gallardo visszaszerzi aztán. Nagyon fürge Gallardo. Hoppá, mintha bójákat kerülgetett volna, ez piros. Volt is már sárga lapja egyébként Varga Robertnek, de miután gólhelyzetben kitörő játékost akadályozott meg. Hát sárga lapot kapott Varga, és ezek szerint akkor mégiscsak a felirat volt helyes, és az előző esetnél Bulatovicsnak mutatta fel a sárgát, 6-2, ami azért érdekes, mert egyrészt akkor Varga szabálytalankodott, tehát mindenképp a második sárgája lenne, másrészt pedig ez érzésem szerint eleve piros lap volt. Na most már biztos, hogy lesz piros lap, mert hogyha Bulatovicsnak mutatta fel először, és nem Varga Robertnek, 6-2 játékvezető, így van, akkor Bulatovicsnak már volt egy. Rendületből jön Kamber, Rajkomár lövését blokkolják, aztán ezt is, Rajkomár, és bepasszolja végül Varga. Érvényes a gól, nem volt lesen, 3-1. És aztán addig pattog ide-oda a labda a 16-oson belül, amíg az üresen álló Vargához nem kerül. Carreño blokkolt kétszer is, még egyszer hozzáér Kamber, és végül Varga. Ez pedig a kialakult vita. Lippai nagyon jól tekeri be, Carreño feje fölött elmegy, így viszont gól! Nem is akármilyen, Gohér!
éppen megkezdődik a 90. perc, 4-1 most már a Diózsér javára. Előre húzódott, és ha már felment, akkor egy picit még ott is maradt a bal hátvéd, és hatalmas gólt rúgott.